Balkányban tanácskoztak a gazdák, mi legyen, hogyan próbálják meg legalább az önköltséget fedező áron eladni az almát, ugyanis sokan elgondolkodtak azon, hogy le sem szedik, ha nem éri meg. Kevés az alma, az ültetvényeket tönkretette az időjárás, és ipari almából sincs nagy hozam. Ezért sem értik az almás gazdák, miért nincs ára a gyümölcsnek. Elfogadhatatlan, tarthatatlan és tűrhetetlen az, hogy az összes feldolgozó összebeszélve, ugyanazt az árat meghatározva, önköltség alatt akar ilyen hozamok mellett vásárolni úgy, hogy a gazda a saját pénzét tegye hozzá és adja nekik oda ajándékba. Tehát tarthatatlan. A gazdaköri elnökök a fórum előtt megbeszélték, hogy összefognak és nem adják önköltség alatt a lialmát, az új pályázati rendszerben pedig megteremtik számukra a lehetőségét egy szövetkezetnek is. A gazdáknak a figyelmét felhívták arra, hogy a kárenyhítési alapba befizetéseiket szeptember 15-éig teljesítsék, a megyei agrárkárokat jelenleg is összesítik, a kárt szenvedett termelők jövőre pénzhez juthatnak. Az MVH kiszámolja azt, hogy minden gazdának személy szerint mennyi kell befizetni a kárenyítési alapban, és akkor ez a szeptember 15-e, ameddig be kell, hogy érkezzen, és akkor november 15-ig még lesz egy teendője, amikor azt a bizonyos hozamértéket kiszámoltassa, hogy őtet mennyi kár érte, és akkor ezek után tudjuk megállapítani, hogy összességében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összességében is mennyi kár keletkezett, illetve személyenként, hogy ki mennyi kárenyítésben részesült. Az agrárvidékfejlesztési pályázatok 70%-a elérhetővé vált szeptember 10-éig, erről tájékoztatott a miniszterelnökség. A keretösszeg 904 milliárd forint, 32 új pályázati felhívás még hátra van. Az agrárkörnyezetgazdálkodásra 158 milliárd forintot fordítanak a pályázati címre, nagy az aktivitás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a pályázatok 37%-a a kertészeti ágazatra érkezik. A ciklusban szeretnék a beruházási pályázatokat és az agrártermékek értékesítésére szánt keretet teljes mértékben kihasználni.